Szerintem, aki követ engem az Instán, tudja, hogy pláne amikor dolgozom, van egy ilyen hülye heppem, hogy imádok zöldségeket belecsempészni a desszertekbe, és az egyik, hát ha lehet így mondani, az über kategóriás kedvencem, az bizony a paszternák. És abból készíteni egy olyan tortát, ami igazából egy sült lepény, ami kizárólag, hát az a legjobb, hogyha vasedényben készül, nagyon lassan, nagyon hosszan, rengeteg mézzel. Szóval, fehérrépa bele a lábosba, a mérhetetlen mennyiségű. Ugyanannyi mézőhet hozzá. Tényleg most nem azért, mert hogy én meg ilyenek, de hogy ez tényleg világbajnok. Tehát amikor ez a méz a vasedénybe karamellizálódik, méz, karamellizálódik zöldséggel, tejszínnel, mert hogy tejszín is jön hozzá. Citromhéj. Na most ehhez nem fogok sót adni, mert pedig annyira egyértelmű lenne, hogy zöldség is, meg méz is, de az van, hogy a gyökér zöldségeknek van egy természetes sótartalma, és én ezt ugrom meg. Az bőven elég lesz hozzá. És ennyi picikét azért pikáns is, úgyhogy jöhet hozzá a gyömbér. Lehet turbózni egyébként, ugyanúgy tél lévén, még egy kis fahéjjal, szerecsendióval, szexi szeggel akár, vaníliával, tehát bármi jöhet hozzá. De én azt mondom, hogy ez a citrom, meg ez a gyömbér bőven elég ennek a répának. Tényleg nagyon-nagyon kellemes lesz az íze, de nem ilyen tollakodó. És most körülbelül egy 15 percig főzzük. Nem kell megijedni, mert össze fog rottyanni, és majd egy picikét levet fog ereszteni, meg ugye a méz is felolvad. De a lényeg, hogy ezt most főzzük össze. 15 perc elteltével azért lehet látni már, hogy szépen besárgult, még van egy picike kis leve. Félrehúzzuk, és egyszerűen csak hozzákeverjük a tojásokat. Az érdekes, hogy miközben most így keverem, ugye jön fel a gőz, hogy a gyömbérnek, meg ugye a méznek van dominánsabb illata, és akkor ilyen utózengőben jön egyébként a fehérrépa. Na most ez a sütőben, ez még szuperül karamellizálódni fog. Ha van otthon ötött a serpenyő, akkor azzal készítsük el. Tényleg más az íze, de teljesen jó lesz sima kerámiába is. De én azt gondolom, hogy egy jó magyar háztartásban, hogy szokták mondani, mindenkinek jut egy vas serpenyő vagy lábos. Úgyni. Jó nagy adag lettél. Az öntött vas formát én mindig biztonság kedvéért kivajazom, és abba teszem bele a sütőpapírt, és egy picikét a sütőpapír nagyobb is, és pont azért, hogy majd így könnyen ki tudjam emelni a tortácskánkat. Lezártuk, előmelegített sütő, 140 fok, és körülbelül 50 perc alatt készül el ez a mennyiség. Elérkezett az idő. Most ugrik a majom a vízbe, tudom, fehérrépából tortát csinálni. Normális vagy baracskai szoktam mondani, de igen. Lássatok csodát. Hát a méz ez nagyon szépen megkaramellizálódott, kifényesedett, az illata pedig leírhatatlan. Óvatosan megfogom. Ups! Át is helyezem. És a következő ezzel a történet... Fú, milyen illatom, hogy felszabadult így a méz. Ezt melegen kell fogyasztani ráadásul. Egy igazi, hideg napokra készülő, szívmelengető és minden extrával ellátott történet. Nézzétek meg, milyen gyönyörű. És amivel én nagyon szeretem egyébként, hogyha pucoskodni akarunk, akkor a krém fresh-sel, de a jó kis hagyományos mascarpone is tökéletesen hozza a kívánt hatást.